Hello, sziasztok! Eljött az idő. 2023. január 12. Ugyan most nincs autis szezon, de itt vannak az adatok. 10.896 km-nél jár a Braisley, és most fölteszem az Ótegra CS6500-ast, és ezt a CNHG 93-as láncot. Tehát így, amíg egybe van, én letolom róla a láncot, az lesz az első. Mert ha nincs lánc, akkor ez már nem lesz útba. Meg kell keresni azt a részt, ahol bent van ugye a benyomott, mert ez Shimano lánc. Ez egy mondjuk egy 53-as van fönn, de majdnem ugyanaz. Itt van, ugye meg lehet ismerni, mert máshogy néz ki. Látod, hogy máshogy néz ki? Ez az egy itt. Most hogyan mutassam neked? Ez. És itt a túloldalon látod meg igazán, hogy ott kilóg, mert ugye ott lett letörve. Na most ezt, mivel úgy nyomtad be, így visszafelé kell kinyomni, ha a láncot még fel akarod valahol rakni. Úgyhogy most azt csináljuk, hogy szépen rátesszük a lánckrésünket, és szépen kinyomatjuk. Ugye ez most így pont fordítva van, mint kéne. És akkor majd el kell szabni az új láncot. Ugyanekkorára. Azt azért érdemes megjegyezni, hogy ha most itt alul szerelünk, akkor hol van a belső és hol van a külső szem, mert ugye a külső szem húzza a belsőt, akkor az erősebb. Mindjárt mutatom, hogy hogy volt, és így is kell felrakni. Szóval látod, ha alul nézed, akkor a váltó felé van ez. Ennyi, hogy itt a váltó felé legyen a külső szemed, és kívül legyen a felirat. Ezt most itt el is távolítjuk. És ugye most meg is lehet számolni, hogy ez konkrétan mennyi az annyi. Hú, de jó ezt innét leszedni most így. Nem akarom olyan összekenni a Braisleyt, és azért mégiscsak sikerül. És ha kezünk be a lánc, akkor számoljuk meg, hogy hány szem. Ha lent van a lánc, akkor megjegyzed, hogy 108 szem, ott kell elvágni majd a másikat. De most ezt itt egy fogkefével és valami tisztítószerrel, féktisztítószer, akármivel, VD40-nel pucold alaposan le. Hogyha ez a tisztítás megvan, ez ugye nem kell mondanom alapos tisztítás legyen, szóval ilyen porszáraz, portiszta legyen, mind a belső, a külső, mindenhol. Szóval, hogy úgy teljesen tisztára az egészet. Aztán ilyenkor férsz hozzá a váltónak a vezető görgőjét is ugyanúgy megpucolni, kívülről, belülről, meg mindenhonnét. Úgyhogy ezeket érdemes itt tiszta, ezt nem muszáj, mert hát ezt ugye le fogod dobni, most csere lesz, de ami marad az ez, meg azokat, meg magát a váltót, és most kivesszük a kereket. Ugye mivel ez egy átütő tengelyes és tárcsafékes, ezért csak kitekered, előkészített kihúzásra, hoppá, most már ki is szedted. Ugye most nincs lánc, nincs baj, kihúzod a tengelyt, és finoman leveszed a kerékről a Braisleyt, ugye? A féktárcsa ne sérüljön, ez az. Ezt pedig innét elvisszük, fölakasszuk a helyére. Szóval most ezt ugye elhelyeztük addig standing by, jöhet le a sor. Na ilyenkor kell az, hogy rendeltem egy láncos kulcsot, meg egy sorleszedőt. És ezekkel mindjárt eltávolítjuk onnét a sort. Ugye meg kéne valahol tartani. Ennek elméletileg vele kéne menni. Na, hogy már ehhez való legyen? Haló, haló, hát... Árjuk, szívattok engemet? Hogy ez most nem megy bele, mert átütő tengelyes? Akkor lehet, hogy megszívtam nem kicsit. Hát az nem működik az a kulcs, úgyhogy... Ez fog működni. Szupcsi. Legalább lejött. Mert ez belemegy a sorba, de az előző az nem. Már nem a sorba, hanem ebben az áruanyába. Nem is értem. Hogy ezt akkor mihez gyártották. Na most kesztyűre föl megint, mert már tiszteletek vagyok. Ugye most a retkes sort szedjük le.
Aha, nézni. Lejjene retkes láncra. És most jöhet is fel helyette az új. Még azt megmutatom, hogy mit csinált a nem alutartó bakos a Mavic-kal. Szóval látszanak ott ezek a kis bemarások, látod? Ezért alutartó bakos, hogy ezt így ne nyalja így szét, ott azok a pöttyök. Most ezt is megpucoljuk, és akkor utána jön fel az új sor. Ide azért nem fújok olyan anyagot, ami kiszárítana valamit. Azért kitörlöm belőle a retket. Ha már idáig szétszedtük. Ennyi. És akkor jöhet fel az ultegra. Egy, kettő. És itt vannak a többiek. Mindig számmal kifelé. Úgy kell kezdeni, hogy először fölrakjuk az elejét. Csak egyféleképp megy fel, úgyhogy annyira elrontani nem lehet. Ez az. Jó, akkor itt még ezen van távtartó, akkor jöhet a következő, ami szintén a nagyot érdemes megkeresni. Még ezen sem mertem ide fordítani, itt a nagy. És itt. Ugye most már kell egy távtartót föltenni. Ugye ez mindegy, hogy hogy van, ez tök mindegy. Oké. Okay. Akkor jön a... De szerintem nem lehet fordítva fölrakni. Hogy igen? És megpróbálom, csak azért is. Nem. Ügyelt rá Shimano, hogy nem tud fordítva fölrakni, csak jól. Csak így. Aztán megint egy távtartónk jön. Ezt is megpróbáljuk fordítva fölrakni? Hogy nem így, hogy itt van a szám, hanem így. Hol van a nagy? Itt. Hát nem tudod, látod? Nem tudod. Nem tudod. Okos a Shimano. Nem tudod rosszul összerakni. Ha azért nagyon akarod, akkor igen. Ha kihagyod a távtartót, vagy egy helyre teszel kettőt, vagy valahogy azért lehetne rosszat tenni. Van a legnagyobb. Oksi. Jó, és akkor jön a 12-es, ez egy 12-25-ös amúgy. Most látom, egy. Így vagyunk. És akkor jött a záró anya, ami rajt van, ez a biztosító is. Ezt szépen felpörgetjük. És 40, rá is mondja, hogy 40 Nm-re húz le. Ott van a 40 Nm, látod? Ott ám, úgyhogy húzzuk meg. Ugye, kell hozzá ismét az az, ami belemegy, mert amit most vettem, az nem. És egy 40 Nm-os nyomaték kulcs. Kész is vagyunk. Meg van húzva, fenn a sor. Gyönyörű szép. És ügyelve arra betesszük a kereket, váltót el kell húzni, hogy a féktárcsán ne csesszük szét. Lent a helyére mehet a átütőtengelyünk, amit ugye meg kell húzni. Rá van írva szerintem 16, szóval 16 Newtonnal. Erre pedig itt van a kis picike, most 14 Newtonon van. Ugye negyedszoros kell egy 3/8-os átalakító, mert 3/8-hoz van a hasábkészletnek a befogója. És akkor most így tudunk vele húzni 14-gel. Megnézzük, hogy kézzel lehet, hogy már túl is húztam. Nem. Lehet, hogy sok ez? Hát akkor vegyünk vissza. Vegyünk ebből vissza egy kicsit. 13. Nézzük meg mondjuk 11-12-vel. Ez a 12 Newton. Oké. Mert úgy érzésre is, hogyha beleteszed, megnézheted, hogy majd az országot, amikor cseréled a belsőt, akkor ezt mennyire kell meghúzni, hát meg kellett húzni. És akkor jöhet fel a lánc, ami először el kell, hogy legyen szabva, úgyhogy álljunk.
Na és mivel az új láncunk 114 szemes és 108 kell, ezért ebből nekünk 6-ot le kell szedni. Nagyon jó kence van benne. Hol van? Vajon? Az összekötő stifte. Ott. Jó. Az nagyon fontos dolog. A láncfrésben van egy nagyon okos dolog. Ez, amivel majd össze tudod akasztani. Most, akkor mit mondtam, mennyi 6-ot vegyünk le róla. Hogy a külső szemet azt hagyjuk békén. A belső szemes oldalból vágjunk mindig. Mert ugye ebbe elfordul a csap. És akkor itt most 6-tal arrébb. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hogyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ezt itt lenyomjuk, és akkor leszünk jóba. Akkor kinyomatjuk. Ugye ez itt most már tönkre ment, ezzel már ott nem tudsz mit kezdeni, még egyszer ezt nem lehet visszanyomni biztonságosra. És akkor leszeded róla ezt az 1, 2, 3, 4, 5, 6 szemnyi darabot, amit szintén ide elteszek valahova. Ugye kijött belőle az a kis stift. És most, ha megvan ez, akkor föltesszük a láncot. Csak azért figyelni kell, hogy hova teszed föl, meg hogyan. Fűzd át mindenképp a váton, meg főleg a vázon, mert azon lesz a legnagyobb segíteni, ha azon nem fűzed át. Így. Ugye innét van felirat. Akkor a 10-es láncoknál volt olyan, hogy csak a felirattal kifelé lehetett összerakni. Ennek ugyanolyan a két fel, az nincs külső, belső fel. Nagyon úgy tűnik. Azt beszéltem, hogy nekem így volt fenn a láncom, szóval így rakjuk fel, ez van fölül. 12-esen az a legkisebb, mert oda volt kapcsolva a váltó. És akkor most hol fűzöd át, erre azért érdemes figyelni. Jó, és akkor vissza kéne ezt dobnom. Erre felé. Siker. A siker kulcsa. Az lenne, hogy ezt most itt össze kéne akasztani azzal a kis csodával, amit mutattam, egy szemmel arrébb. Ez egy csodálatos kis dolog. Mert ezzel így most össze lehet úgy akasztani, ha sikerül, úgy, hogy a helyén van a lánc. Úgy, ahogy amennyire, és meg tudod nézni, hogy mit tettél, stb. Stb. Csak leveszem ezt a kesztyűt, mert ez tiszta egy dzsuva lett. És akkor egy kicsit arrébb forgunk. Nevezetesen ide, hogy mindenhol ugye itt be van fűzve, itt körbe van kerítve, és ha jó a hossz, akkor elméletileg ez a három kerék ez így, vagyis hát a két kerék ez így függőlegesen van, ugye ha itt a legkisebben vagy, ott pedig a legnagyobban, általában ez igaz, és azért nézd meg, hogy itt átfűzted, ott jó helyen fűzted, itt nem darálja, nem ez mellé fűzted be, szóval hogy nem Itt aztán figyelni kell, hogy ezen jó helyen menjen, ne így kívülről. Itt is, hogy nehogy kívülről menjen, és akkor így jók vagyunk. Össze lehet akasztani, és kívülről befelé szépen belefogjuk oda préselni azt a szemet. Annyi, hogy érdemes egy kicsi olajat tenni rá. Bontjuk a kis szemünket. És ezt kívülről befelé szépen ide behelyezzük. Az idáig szépen be is megy, és akkor innét jön a préselés, de nem ezzel a gyárival, mert ezzel mindig eltörtem, hanem sokkal jobban járunk, hogyha egy sima, lapos csavarral toljuk befelé, bármilyen hihetetlen. Hogy jönni? Lement a helyére. Ennek ezt pont szemből kell nyomni. És ha mákunk van, akkor szépen bele is megy. Ha nem, akkor eltörjük előtte, és nem megy bele szépen, meg sehogyan se. Mutatom. Szóval. Így van szépen belenyomva, és most úgy kell belenyomni, most már le lehet venni róla ezt, hogy
Mindig megnézed, leszeded róla ezt a vackot, hogy ezt szépen el tudod hajlítgatni. Hogy ezt leveszed. Ez már ide nem kell. És ennek még beljebb kell menni, mert még látszik, hogy még nem jó helyen van, de most már nem a csavar kell, hanem most már visszaállunk a gyárira, amivel szépen beljebb tudjuk nyomni a helyére. Csak addig, amíg a roppanás megtörténik, szóval átmegy, addig kell a megfelelő, és ezzel szépen be lehet nyomni, úgyhogy síkba legyen innét, de ne told túl. És amikor nem szorul, akkor lesz jó. Ezt egy nagyon finom kis mozdulatokkal nyomkodott befelé. És most nagyon jó helyen vagyunk. Vissza lehet tolni egy picit, ha nagyon elcseszted, de inkább ne. Na most jön az, hogy le kéne törni. Azt pedig ugye ezzel a lyukkal tudod. Nem tudom, mennyire látszik a lyuk. Látszik, nem látszik, na látszik. Ráteszed. És ezt el kéne csak törni. Úgyhogy a láncot valamivel meg kéne fognod. De ez mind a ropi úgy törik, úgyhogy nem lesz gond. Így. Hoppá. Ha jól csináltad, akkor ez nagyon könnyen elhajlik, és a túloldalon van egy nagyon picikét jobban ki, innét meg sem ennyit. Most tökéletesek vagyunk, és kész is vagyunk. Ugye? Látod egyáltalán, hol van benne? Hát ezen az oldalon lehet jobban észlelni, hogy ott egy kicsit jobban kiáll, mint itt. Ennyi volt a lánc és a sortcsere. Iratkozzatok fel. Sziasztok!